Ez itt Shanghai. Shanghai nagyon jó város. Legalábbis az a két nap, amit itt töltöttem, az azt mutatta, hogy tényleg nagyon jó. Viszont két nap marha kevés Shanghaira, úgyhogy ezt nem merem bemutatni videóban. Viszont az a szerencse ért, hogy el tudok jutni egy Shanghai környéki vízi faluba. Itt 8 vízi falu van egyébként a környéken. Hát én most azt fogom megnézni, ami a leginkább népszerű és a leginkább ismert. Ennek pedig az a neve, hogy... mindjárt megmondom. Zhujiajiao. Szóval ez a neve. Hát nem magamtól vagyok ilyen okos, hogy ezt így elsőre ki tudom mondani, és nem is tudom egyébként elsőre ki mondani, és már el is felejtettem, Zhujiajiao, hanem nagyon sokat hallottam, és megkérdeztem a kínai idegenvezetőt, hogy meg kell kimondani. Igen. Zhujiajiao. Szóval Zhujiajiao. Egy olyan vízi városka, ahol, amit az a Kelet-Velencéjének is hívnak, úgyhogy ide el tudok menni Shanghaiból. Hát, nagyon várom. Remélem ti is. Két nap tényleg nagyon kevés Shanghaira, de azért pár dolgot láttam. Mondjuk a Bundot, ami a Huangpu folyón partján terül el, és nappal sem rossz, de este talán még jobban néz ki. A Huangpu folyó egyébként a Yangtze deltájába torkollik, ami pedig a Kelet-kínai tengerbe. Shanghai azért volt korábban is jelentős város, mert vízi úton ide érkeztek Kína belső területeiről azok az áruk, amiket itt tettek óceánjárókra. 23 millióan laknak itt, óriási a forgalom és elég kaotikus is. Voltam az egyik legmagasabb épület tetején, illetve a Chinatownban is. Elég hülyén veszi ki magát, hogy egy kínai városban van kínai negyed, itt alapvetően Shanghai legrégebbi részét nevezik így, ez most leginkább turista látványosság, szépen fel van újítva és tele van boltokkal, ahol pofátlanul lehet alkudozni, konkrétan bármire. Zhujiajiao egy 1700 éves történelemmel rendelkező városka, amely hivatalosan 47 négyzetkilométeren terül el, de nyilván a lényegi rész a kanáli sokkal ennél sokkal kisebb. 8 ilyen vízi falucska van Shanghai körül, amelyek elsősorban kereskedelmi jelentőséggel bírtak, hiszen a természetes folyócskákra és tavakra alapozott csatornarendszerekkel itt találkozott a Peking és a Shanghai felé tartó vízi áruforgalom. Most persze elsősorban a turistákból élnek, de azért van halászat is, illetve híresek az itteni kajdlókból kinyert gyöngyök. Magukat a gyöngyöket is meg lehet venni, de a kajdlókat is, amelyeknek kvázi garantálják, hogy X számú gyöngy lesz bennük, ha magunk állunk neki, hogy kinyissuk őket. A városkában összesen 36 híd van, a legtöbb a Qing és a Ming dinasztiából származik. A leghíresebb a Fangsheng híd, ez a legnagyobb is, amit 1571-ben építettek. A nevét nehéz röviden magyarra fordítani, valami olyasmit jelent, hogy a halakat szabadon engedő híd, ami egy tradicionális buddhista szokásra reflektál. Ezért aztán a híd lábánál 5 yuanért, ami 200 forint, lehet venni zacskóban halakat, hogy az ember a híd tetejéről a vízbe dobja őket. Ott megint kihalásszák és újra eladják olyan madaraknak, mint amilyenek mi is vagyunk, és mindenki jól jár, a halak is, a helyi nénik is, meg a turisták is. Mivel Zhujiajiao sokszor a Kelet-Velencéjeként kerül elő a legtöbb útikönyvben, ezért nem meglepő, hogy a kanálisok között csónakkal közlekednek, persze ezekre is fel lehet ülni némi pénzért cserébe. Az evezőt forgató arcok egyébként kimondottan profin centizgetnek a hidak alatt és egymás csónakjai között, de itt tényleg használják a vízi eszközöket áruszállításra és egyéb feladatokra, van például szemétszedő csónak, ami ilyen. Nem okvetlenül hétvégén kell ide elmenni, mert iszonyatatóan sokan vannak, főleg a főkanális melletti utcán, ami néhol túl szűk ahhoz, hogy az ember megálljon nézelődni. Nagyjából ugyanaz a kínálat, mint az összes bazárban kínaszerte, itt is lehet alkudozni bőszen, és persze rengeteg étkezés lehetőség is kínálkozik, én speciál nyáson sült csirkéket kaptam Steve-től, került valami 10 yuanba. Van csirkém. Megettem a felét, és ez elég jó. Csirke igazából, azt most semmit lehet, de... Tök oké. Itt a backdoor, bejöttem hátra. Nem biztos kirúgdosnak. Hát ők itt élnek. Visszasétál utcára. Köszönjük, srácok, szakembert látni.
Van tehát a városkának egy teljesen egyedi hangulata, főleg az európai szemnek érdekesek a Ming korabeli épületek, a sok-sok ismeretlen utcai étel, a bazársor forgataga és a kanálisokban közlekedő ladikok látványa. Miközben ez is ugyanúgy Shanghai része, mint bármi a környéken, kicsit kinten már klasszikus helyi piac, árusok, autók és pörgő élet zajlik, de Zhuzhaizhou-t megéri megnézni, még ha ezek után a többi vízi városkába talán felesleges ellátogatni.